Első alkalommal nyitotta meg kapuit a diákok előtt a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Líceum. Az újonnan épült, korszerű tanfelszerelésekkel ellátott iskola két épülete 20 osztálynak ad otthont. Előkészítőtől 12-ig 470 diák kezdte ma itt a tanévet. A barátságos, egyéni színes díszítésű termekbe ámulva léptek be az iskolát ma kezdő kisdiákok a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Liceumban, ahol az iskola történetében először csengettek be. A gyerekek a legkisebbektől a legnagyobbakig lelkesedéssel, a szülők megelégedéssel fogadták az új iskolát. Nagyon jó és szép és nagy. Nekem nagyon tetszik az osztály, mert minden újabb, ami volt a másik osztályban. És nekem a legjobban tetszett az iskolában a szekrények és a tábla. Az iskola kisépületében az elemi osztályok kaptak helyet, a főépületben az 5-12-es diákok tanulnak. A tantermek többségében bent van már a digitális tábla, a vetítő, az osztálybejáratoknál a diákok pedig saját szekrényekben hagyhatják a tanfelszerelést. Sóterem is van, amit olvasásra, illetve sóval való homokozásra lehet használni. Az új iskola a Szamosújváron működő magyar osztályokat egy intézményben egyesíti. Az eddig 3 oktatási intézményben és 5 épületben oktató magyar tanárokat most össze tudtuk vonni egy helyre, és reméljük, hogy ezzel, hogy egy helyen lesznek, és egy ilyen ultramodern környezetben, azzal arra is tudjuk bátorítani őket, hogy magának az intézménynek rangot adjanak, minőséget, tartást adjanak. Az iskolát a Mezőség és a Szórvány szellemi központjává szeretnék alakítani. Az alapkövet 2010 őszén tették le. A tanintézmény két épülete évnyitóra elkészült, de az építkezés a tervek szerint még egy ideig folytatódik. Az udvaron a tornaterem épül majd. Egész októberig gondolom, hogy befejeződnek a külső munkálatok, azért, hogy ezt az építőtelepet felszámoljuk. S a belső munkálatok, azok gondolom, hogy azok is november közepéig befejeződnek. A tornaterem mögött pedig lesz egy szabad sportpálya, és a tornaterem mellett pedig a kicsiknek a játszótere. Az iskola hivatalos átadóját szeptember 16-án pénteken fogják megtartani.